Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogy érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni, és erre megadják a választ a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Az itt látható a képen. Itt az érmék jelenthetik az anyagiakat, hogy oda kell figyelnie az anyagi helyzetére. Az érmék jelentik a munkát, a hivatást is, ahogy a képen látható, elfoglalt, sok a munkája. Az érmék jelentik a föld elemét is, és az arra utal, hogy vannak tervek, elképzelések, álmok, és ezt szeretné megvalósítani, ezen dolgozik, hiszen a föld eleme jelenti a reális dolgokat. Amit az érmék még jelentenek, a belső értékek, hogy te értékes vagy számára. De látható a képen, hogy ő úgy elfordul, befekteti az erejét a munkába, vagy úgy tesz, mintha sok lenne a munkája. Te értékes vagy számára, de ő ezt nem mondja ki. A második kérdés, hogy hogy érzi magát, az itt látható. Itt az ő világában te vagy a középpontban, mert ő szeret téged, mert te értékes vagy számára. Amit ez az egész világ még jelenthet, az utazások, külföldi kapcsolatok, az is lehet, hogy tervez veled egy utazást. Itt láthatóak a jelek, mégpedig a víz eleme, a levegő eleme, a föld eleme, és itt a tűz eleme. Az jelenti az évszakokat is, tavasz, nyár, ősz és tél. Tehát ez a kép szimbolizál egy évet. Az nem jelenti azt, hogy egy éven keresztül kell várni rá, amíg kimutatja az érzelmeit, hanem ez azt jelenti, hogy egy éven belül nagy változások lesznek. Ami fontos jelen pillanatban, hogy az ő világában te vagy a középpontban. A harmadik kérdés, hogy mit közöl veled, hogyan közeledik hozzád. Itt a botok jelentik a tűz elemét. Az mindig aktív. Jelenti azt is, hogy közeledik hozzád, lépéseket tesz, valami lelkesíti őt, de ami fontos, hogy legyen egy irány. Szerintem ez a kártya összefüggésben áll a világgal, tehát utazásokkal, külföldi kapcsolatokkal. Ő szeretné ezt megvalósítani, veled tervez veled egy utazást, de valójában nem tudja, hogy hova kellene utaznotok, de ahogy közeledik hozzád, és itt látható a kapcsolat kettőtök között, majd meg fogja kérdezni azt, hogy te hogy döntesz? Milyen irányba kellene lépni? Milyen utazás legyen? Ez lehet egy lelki út és egy közös életút. Itt majd terveztek együtt valamit. A kép középen jelenti azt, hogy mi köt össze benneteket. Itt még ezen a hídon vagytok, vaciláltok egy kicsit, hiszen hiányzik a biztonság érzete. De nyújtjátok a kezeteket, itt lesz segítség, ő segít neked, te segítesz neki, és akkor az a fontos, hogy egy éven belül legyenek komoly, fontos tervek, aktuálisan egy utazás, de ő nem akar egyedül dönteni, hanem kikéri a véleményedet. Itt lesz majd egy beszélgetés, egy közös terv. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!